Hogyan készíthetünk sokkal egészségesebb amiről nem biztos, hogy mindenki tudja, de 57% a cukor. Nevem Bojtos Zoltán, és 2011 óta foglalkozom ganoterápiával. A hozzávalók legelőször is a ganodermás kakaópor egy tasakkal. A másik hozzávaló az szezámpaszta. Én ugyanis nem magyarót vagy földi magyarót használok a magyarókrémhez, hanem szezámpasztát. Én ezt a szezámpasztát egy kínai áruházban vettem, de ez egyébként holland gyártmány. Gondolom, bármilyen szezámpaszta jó hozzá. A szezámnak többek között olyan élettani előnyei vannak, hogy csökkenti a magas vérnyomást, a koleszterin szintet, a cukorbetegség kockázatát, erősíti a csontokat, nagyon jó a bőrnek, és nagyon jó és fontos fehérjeforrás. És kell hozzá némi víz, én ebbe kimértem 15 ml vizet. Először is fölbontjuk a kokozit, amihez mindig kell egy olló. Ebből a szezámpasztából én 2 ilyen tejáskanállal szoktam használni. Ez egyébként így is nagyon finom. És végül ráöntöm a 15 ml vizet. És tiszta erőből össze kell keverni. Amikor kész, akkor ilyen krémszerű állaga lesz, amit én mindjárt meg fogok enni kanállal, de ezt bele lehetne tölteni palacsintában is. A mindent jobban tudó hű, de nagy okosok meg abból csinálják, amiből akarják, sőt, ha nekik jobban ízlik az a bizonyos olasz nevű 57% a cukor borzalom, akkor fogyasszák azt.